Egy London melletti kis falu mélyén, a házak a föld, a fák gyökerei alatt csendes neszezés hallatszik. A halott fogacsán apó fölébredt hektárnyi rétegben növő bóbiskolásából szájat vág magának, imbolyog borostyánnal és mohával benőtt nedves lábain. Egyik bőréből a másikba ugrik, hallgatózni akar, felinni az emberi szavakat, az angol szimfóniát. Ölni akar, vagy csak játszik? A fiú. Fogacsán apó meghallja a hangját, és kísértést érez, hogy mint egy sebész, fölmesse a falu testét, és kihúzza belőle azt a gyermeket. Ő más, mint a többi. Leni érti őt, gondolja. Fogacsán készül valamire. De vajon mire vágyik pontosan? Max Porter, Leni, A bánat egy tollas állat című könyv szerzőjétől.